Szép jó reggelt, srácok! Elérkezett a tavaszi szünetnek az első napja, ami hozott magával egy rohadszar időjárást. Nem baj. Szóval, mai program. Először is megiszom a kávémat, mert azt se tudom, hol vagyok. Aztán el kell mennem tejér, utána Dokihoz, és utána meg kimegyünk megnézni a top, mert én még mindig nem játszhatok, mert el vagyok tiltva. 3 meccsre kaptam összvisz eltiltást, szóval hétvégén nekem lesz majd bajnokim, felnőttbe. Azt hiszem vasárnap. Mennyi az idő? Aha. Viola nem sokára megjön. Aztán elintézzük ezeket a dolgokat, és utána meg átmegyünk a Boldihoz. Mivel ő meg le van sérülve, szóval ezért ő se játszik a mai napon, és akkor vele majd kimegyünk a meccsre. Na, itt vagyunk Violáéknál. Sziasztok! Aztán most fogunk kajálni, mert már rohadt éhesek vagyunk, és ezért rendeltük pizzát. Ott egy macska. Notó, köszönj! Cica! Félénk macska. Na hát akkor menjünk egyet kajálni, mert már szétszakad a belem. Itt a szépség. Milyen ez? Marharagus, ugye? Bolognai ragú. Akkor bolognai ragú az. Bolognai ragús pizza. Na, jó étvágyat. Na srácok, megérkeztünk a pályára, vagyis mindjárt, mert bementünk még a Tesco-ba, ott hátul, vízért, mert szomjas volt az asszony, itt a Twins Chicken. Csáó, biztos jó a haján. Aztán most megyünk meccset nézni, körülbelül ugye felét lekéstük, mert a busz az rohadtul nem járt, szóval egy órát ültünk a buszon, és vártunk arra, hogy elinduljon. És az ellenkező irányba ment, mert ez ilyen ingyenes Tesco-s buszjárat, és nem ment oda, ahova kellett volna. Szóval egy órát vártunk, és csak utána értünk ki, azt elzsibbadt a lábunk, és most sétálunk a meccsre. Na, vége lett a meccsnek. Mennyi lett a vége, Tamás? 7-1-re nyertek a srácok. Nagy nehezen, mert az első fél időnek a vége 1-1 lett. Szóval nem? De. Igen, 1-1 lett az első fél időnek az eredménye. Aztán most a fél brigád, itt Zabál, Boldi és a Vájd. Szóval mindenki eszik, mindjárt én is neki látok, csak gondoltam, elmondom, hogy mi a helyzet. Na szóval 7-1 lett a mérkőzés. Tamás olyan rohadt jól játszott, hogy még ilyen szarú soha. Nem tudom, ki látta a tegnapi Bayern Real meccset, de hát az elején még jó volt, amíg a Bayern vezetett, de utána elég szépen visszahozta magát a Real, és így 2-1-re, majdnem 3-1-re, mert volt egy lesgójuk, amit Ramos fejelt be. Pont a 90 valahanyadik percben, az a csicska Ramos az mindig akkor tud amúgy gólt szerezni, de mindegy, les volt a lényeg, hogy 2-1 lett a meccs vége sajnos, és remélem, hogy azért a Bayern vissza tudja magát hozni a visszavágóra, mert azért mégis egy favoritom. A Juventus az rohadtul játszott, főleg Dybala, az egy vadállat. Nem, Boldi? Kaffébe. Nagy Barca fanok. Na hát majd megnézzük, hogy a Barca mennyire tudja hozni azt a formáját, mint PSG-nél a visszavágó meccsnél, mert az brutális volt. Kéne. Hát jó, hogy kéne, de azért egy ilyen Juventus ellen most azért nagyon mennek. Nagyon megerősödtek amúgy. Hát igen, Dybala basszus meg 20 éves, még a tojás, hogy ott van a picsáján, az vágja a Barcának a gólokat, a köcsög izés tégelynek. Na hát még mai program, fifázunk egyet, Tamással fifázunk, meg esetleg csinálunk valami videót, aztán meg hazabrinyózom. És akkor este Tomival megbeszéltünk egy live-ot, igaz, Tamás? Így van. Valamit, egy MMC live-ot letolunk, és akkor utána le is zárom ezt a mai napi vlogot. Hát akkor menjünk fifázni.
Na hát srácok, amit látjátok, hazaértem. Nagyon sok kellett sietnem, mert úgy volt, hogy egy rohadt nagy zuhi lesz, de ahhoz képest igazából nem is esett az eső, mert most viszonylag jó idő van, de rohadtul fújt a szél, azt hittem esni fog az eső. Tudjátok, mondtam amúgy, hogy voltunk a meccsen a Boldival, amit meg is nyert az U16-os csapatunk, amiben az én is játszottam volna, nem vagyok eltiltott, és adtak egy ilyen egyesületi táskát. Szóval ennek rohadtul örülök, mert végre nem a saját táskámat kell trimbálni, amikor megyünk idegenbe meccsre, mert azt rohadtul utáltam. Szóval végre kaptunk egy ilyen táskát, és akkor nem a sajátommal kell szarakodni. Hát igazából ennyi is lett volna a tavaszi szünetnek az első napja. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Holnap találkozunk, sziasztok! Rolling, rolling.